meglátogatni a csapatot, a társaságot, meg a halmait, amit egy picit igénybe venni, és még kezeltetni a lábamat azért. Annak kellene, hogy már szinte teljesen jó vagyok, a héten már azért teljes értékű edzésmunkát végeztem. Jó vagyok, köszönöm, tényleg úgy nagyon jól, keményen dolgoztam a rehabilitáció alatt, kint az erőnléti edzővel, a fizioterapeutánkkal, orvosokkal, úgyhogy szerencsére jó alakult, és jó gyógyult a sérülésem, úgyhogy mondom, a utóbbi napokban már teljes értékű munkát végeztem, de ez a mérkőzés még lehet, hogy egy picit korai lenne, úgyhogy nem kockáztatunk, most így beszéltük meg a kapitány úrra. Változó volt, ugye a Bundesligában mutatott teljesítményünkkel nem lehetünk elégedettek, ott azért csapatok végeztek előttünk, akiknek nem lett volna szabad, nagyon hullámzó volt a teljesítményünk. A két kupa sorozat, az Európa Liga az jónak mondható volt, egy 8. döntőbeli szerepléssel, a német kupában pedig pici sorsolási szerencsével is, amire mindig szükség van ahhoz, hogy az ember tényleg valami nagy dolgot el tudjon érni. Most a döntőben pedig egy jó teljesítménnyel tudtuk ezt zárni, de sajnos ugye az eredmény ismert, úgyhogy nem tudtuk az óriási meglepetést megvalósítani, úgyhogy mindenki elkeseredett volt, de ugye egy-két nap távlatával már azért jobban tudjuk ezt értékelni, de a tény az maradt, hogy sajnos kikaptunk. Nyár, pecázás, kikapcsolódás most először, aztán természetesen megkezdeni a felkészülést, az előfelkészülést, megkaptuk az edzésprogramot, úgyhogy de most fontos tényleg egy picit kikapcsolni, és utána tényleg újult előre, frissen visszamenni a csapatomhoz, és mindent beleadni. Egyenőre igen.